Igen, tisztelt Helyzen András, elnök úr, értes államtitkár úr, nagykövet úr, kedves Ballenbergi Egyesület, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel hadd köszöntsem külön a Roma cigány testvéreimet, Távennak Tále, Sunto del Deltum en Zor Pár Szászi Be, Tezsut Ilvitu Mára Familia, Sunto del Rei Sunti Mária. Hálásan köszönöm ezt a díjat, amely szól, úgy gondolom, a katolikus egyház tevékenységének, amelyet tett és tesz zsidó-keresztény párbeszédért, barátságért, és tesz a román cigány testvéreink fölzárkózásáért. Ahogyan itt elhangzott, nagyon sok mindent kaptam a cigány testvérektől. Szeretetet, erőt, örömet. Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy nagyon sokat kaptam egész életem folyamán, a zsidó testvéreimtől. Betlehemben, Izraelben tanultam 3,5 éven át. Nagyon sok zsidó családnak lettem barátja. Ámulatbejtő dolgokat élhettem át, akár olyat, hogy egy kárpátaljai, magyar anyanyelvű, 56-os hős, zsidó asszony segít, sőt, a családjában szinte családtagként újra és újra befogad engem és szüleimet is. Szintén felejthetetlen az az élmény, amikor az élet menetével megérkeztünk Auschwitz-Birkenauba, és egy velem együtt utazó magyar zsidó ember, kb. 65 éves, aki egy egész életen át a zsidó identitását szinte rejtette. Soha igazán vele szemben nem akart, nem tudott nézni. Hogy ott állt a sínek között, ahol tudta, hogy nagyapja és nagyanyja legutoljára látták egymást. A családi hagyomány őrizte ezt a pillanatot, ahogy ott utoljára elbúcsúztak. Ahogy legutolt a földre, ahogy megérintette a síneket, hirtelen az egész múltja identitása föltött a szívéből felejthetetlen, drámai, megrendítő élmény volt. Nagyon sokat kaptam a zsidó testvéreimtől, emberséget, kultúrát, szellemi gazdagságot, tisztánlátást. Ezt a fajta fényt szeretném a magyar társadalomban erősíteni. Úgy gondolom, hogy erre a fajta fényre óriási szükségünk van. Arra a fényre, amely a másik emberben akárki is legyen, akármilyen a bőre színe, az anyanyelve, a kultúrája. A másik emberben fölismeri a testvér, az Isten remek művét, az emberi méltóságot. Próbáltuk ezt megfogalmazni többek között abban a könyvben, amelyet a magyarországi zsidóság történetéről írtunk. Ahol világosan próbálunk azzal szembenézni, hogy a magyar társadalomnak nagyon komoly felelőssége van abban, ami a II. Világháborúban itt Magyarországon történt. A Horthy Miklós meg tudta állítani 44. július 6-án a zsidók deportálását, akkor ezt előbb is meg tudta volna tenni. Az akkori magyar államvezetésnek igenis volt játéktere, és ebben megvan a magunk felelőssége. Megvan a felelőssége azoknak is, akik ezt a tragédiát gyakorlatilag tehetetlenül passzívan végignézték. És sajnos nagyon kevesen voltak, akik segítettek, nagyon kevesen voltak a Raoul Wallenbergek. Úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak szüksége van arra a fajta fényre, amely szembenéz a múlttal, amely meglátja a testvért. Európa olyasfajta kulturális értékekre épül, mint a 10 parancsolat, mint a Biblia, mint az ember Isten képviségének a világos felismerése. Zsidóság és kereszténység, ebben édes testvérek. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjuk sugározni életünkkel, tetteinkkel azt a fényt, amely emberi méltóságot ajándékoz a másiknak, amelyet valóban emberhez méltó igazságos testvéri jövő épülhet. Köszönöm a figyelmet!